Sziasztok! A mai videóban újra egy márkát fogunk körüljárni, méghozzá egy olyan márkát, amitől nincsen túl sok termékem. Alig van itt előttem most valami, tényleg, viszont rengetegen kértétek, hogy erről a márkáról is készítsek ilyen márka bemutatós videót. Hozzám képest rengetegen, szóval tényleg többen is írtátok, és viszonylag sokan írtátok, hogy ez érdekelne benneteket. Úgyhogy bár nincsen túl sok termékem, de úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálok elkészíteni egy ilyen videót, amire, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem. Nem vagyok benne biztos, hogy mondtam-e már, de a címből gondolom úgy is látjátok, hogy a Catrice márkáról van szó, amiről nagyon-nagyon keveset írtam föl, ugyanis nagyon keveset lehet róla találni. Igazából ez egy német sminkmárka, ez tuti, és ezt is a Cosnova vállalat gyártja, és színvilága modern, elegáns, hordható, és igazából ennyi, amit én így hirtelen találtam róla, szóval semmilyen érdekes anekdota, vagy semmi extra sztori, vagy név, vagy évszám, vagy semmi nincsen róla. Nyilván, ha jobban utána néztem volna, akkor találtam volna valamit, de így igazából a köztudatban szerintem ennyi van. És hát itt vannak előttem a termékek, és tényleg nem túl sok, pont azért nagyjából van minden termékcsoporthoz valamim, úgyhogy a szokásos menet szerint haladok, tehát először az arc, utána a szem, utána a száj, és utána a köröm, illetve egyéb. Egyéb nekem nincsen egyébként, úgyhogy a körömnél lesz vége a videónak. Az arccal kezdek tehát, és kettő arcra való termékem van a márkától. Őket itt láthatjátok. Az egyik az a Catrice Camouflage Corrector, a krémes, tégelyes verzió, nem a folyékony szem alatti ecsetelős. Nekem a 0-25-ös Rosy Sand az árnyalatom, ami nekem tökéletes, és borzalmasan dübörög valaki a szomszédba. Szóval egy nagyon-nagyon szép natúr színű korrektorról van szó, aminek elképesztően erős fedése van. Megmutatom itt az ujjamon, hogy nagyon-nagyon masszív és intenzív krémről van szó. Nagyon szépen el lehet viszont dolgozni. Nagyon-nagyon azt szeretem. Nem mondom, hogy életem korrektora, szóval én szerintem nem feltétlenül ő a legjobb korrektor a világon, mint ahogy sokan mondják, viszont remekül működik, úgyhogy egyébként semmi problémám nincsen vele. A másik arcra való termékem az pedig egy pirosító, méghozzá a Defining Blush kollekciónak a 050-es Apropos Apricó. Aprinál le van szakadva nekem itt a címke, de szóval 050-es Apropos és valami barack. Igen. Na most ez a pirosító, ez egy csoda, de tényleg, tehát annyira szép barackos színe van, hogy elképesztő, és nagyon-nagyon matt, ami, hát nem is tudom, hogy ez jó pont-e, de igazából úgyis használok highlightert, szóval nem baj, hogy matt. Nagyon-nagyon szép barackos árnyalata van, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon tartós is. Én nem is gondoltam volna egyébként erről, hogy ennyire tartós lesz. Ez tényleg olyan, hogy reggel felkelem, és este még látszik, hogy van rajtam pirosító. Úgyhogy emiatt ez mondjuk nem az a fajta pirosító, amivel túlzásba esik az ember véletlenül, és nem baj, mert egy óra múlva már úgyse látszik annyira. Ez látszani fog, úgyhogy hát az erősebb színekkel azért vigyázni kell. Egyébként egészen pigmentált, úgyhogy tényleg vigyázni kell vele, de tényleg nagyon tartós, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Sok jót hallottam már egyébként a sima kőpuderéről a márkának, illetve a kőpudereiről. Én ugye nem nagyon használok pudert, illetve most használok egyet így nyára, de nem ettől a márkától. Úgyhogy nem tudom, hogy ezek milyenek, viszont annyian dicsérik, hogy szerintem nem lehet nagyon mellélőni. Igen. Szemre való termékem csak egy van a márkától, és ha jobban belegondolok, nem is nagyon volt. Egyszer volt egy tusom, egy filces tusom, amivel nagyon nem tudtam bánni, és egy idő után a kukámban landolt,
illetve szempilla spirálom, azt szerintem soha nem volt a Catrice-től, úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni, viszont van nekem egy liquid metal szemhéjpuderem, ez a 100-as Verdujuszi árnyalat, ami egy ilyen nagyon-nagyon szép, piszkos, türkizes szín, elképesztően gyönyörű, itt láthatjátok. Ezzel egyébként készítettem más smink videót néhány hónapja, azt majd belinkelem az infoboxba. És hát itt van a szín, tényleg elképesztően szép szerintem, és nagyon-nagyon szép fénye is van. És ráadásul megmutatom, hogy csak itt az ujjammal is gyönyörűen el lehet dolgozni, nagyon-nagyon szép átmenetet lehet vele csinálni. Úgyhogy ez nagyon nagy kedvenc, és szerintem, hát, lehet, hogy szét fogok még nézni ezek között, a szemhéjpúderek között, mert nagyon-nagyon jók. Elfelejtettem kitenni a popsi törlőt magam mellé. Azért hajlongok, mert ezzel az ujjammal mondjuk már nem szívesen folynék be így másba. Lesz, hogy jön? Igen, szóval tartós is. Na jó. A következő kategória a szájra való termékek kategóriája, és szintén csak egy termékcsaládból van nekem termékem, de abból kettő is. Ezek a méztusztély folyékony rúzs vagy szájfény smoothing lip polish ajak, lak, az úgy hülyeség. Na mindegy, szóval szerintem ez folyékony rúzsnak kell egyébként mondani. Ezek elvileg 8 órán át fönnmaradnak az ajkakon, viszont nem matt ajakrúzsok, hanem fényesek. És az egyik árnyalatom, ez a rózsaszín, ez a 020-as, fantázia neve nincsen, ami egyébként nekem szerintem egy kicsit már be van száradva, mert nem túl szép, és én ezt így vettem már, sajnos, úgyhogy hát igen, ennek annyira nem örülök, őt itt láthatjátok. A piros, az pedig a 070-es árnyalat. Ez viszont nagyon-nagyon szép, egyébként ezt láthatjátok most is az ajkaimon. Egy nagyon érdekes pinkes-piros árnyalat. Én ezeket szeretem a legjobban egyébként, ami nem is pink és nem is piros, hanem a kettő között van valahol. Ezt itt láthatjátok. Erről a májves színről tehát túl jó véleményem nincsen, de szerintem ezt már kinyitotta valaki előttem a drogériában, amikor beszereztem. Úgyhogy valószínűleg csak ez a probléma vele, mert hogy a pirosat azt nagyon szeretem. Elég ragacsos, szóval inkább szájfény érzetet ad, viszont a pigmentáltsága nagyon szép, láthatjátok, hogy egy rétegben így elszínezi az ajkakat, és egészen tartós is. Ez az a fajta, én inkább szájfénynek nevezném, szóval ez az a fajta termék, amit fölkelsz, és érzed, hogy ott van az ajkaidon, és tényleg egy ilyen fényes, masszív, ragacsos réteget hagyott, ami hát frissen nem a legkellemesebb. Aztán, ahogy telik az idő, eszel, iszol, stb., akkor úgy érzed, hogy hát eltűnt az ajkaidról, viszont amikor belenézel a tükörbe, akkor érdekes módon ott van a termék, szóval ott van a szín, úgyhogy nagyon-nagyon jó emiatt, mert igazából, hogyha az ember elviseli ezt az első fél-egy órát, amíg ilyen ragacsos és szájfényes érzet, akkor utána egy viszonylag matt, intenzív színű rúzs marad a száján, ami viszont tök jó. Úgyhogy ezt szerintem ki fogom egyébként úgy próbálni, hogy zsepivel leítatom ezt a fölösleges olajat, és hogy úgy mennyire marad tartós a szín. Minden esetre nagyon szeretem őket, és egyébként most ugrik be, hogy lehet, hogy ők már nem kaphatók, most, hogy igen, itt beszéltem róluk, mert mintha valamilyen kifutatáson vettem volna a pirosat, de lehet egyébként, hogy csak ez az árnyalat futott ki, úgyhogy nem tudom, ennek majd megpróbálok utána nézni, és akkor beírom a leírásba, vagy ide ki valahova, vagy valahova leírom, hogy kapható még. És a végén körömlakok jönnek a videónak, 3 darab körömlakom van, mind a 3 másik kollekció tagja, ők itt vannak. Az első az egy sima Ultimate Nail Lacquer körömlak, ez az 590-es Jade Is Not My Name árnyalat, ami egy nagyon-nagyon szép, piszkos és szürkébe hajló menta szín. Nagyon-nagyon szeretem, egészen tartós is, ilyen 4-5 napot kibír fedőlakkal, alap és fedőlakkal.
anélkül nem próbáltam, szerintem anélkül nem lehet túl tartós. Az ecsete, ha kibírom nyitni, az egy hát egészen kellemes vastagságú ecset. Nem egy Essence vastagság, meg Rimmel 60 Second vastagság, de egészen jó vele dolgozni, és egyébként egy viszonylag sűrű állagú lakról van szó, szóval nem ez a rákened a körmödre és elterül teljesen, hanem egy ilyen sűrűbb állag. Nagyon szeretem egyébként, nagyon szép színe van, viszont egyébként Catrice lakkok közül, a simák közül csak ez az egy árnyalatom van, úgyhogy nem tudom, hogy a többi hogyan viselkedik. A következő az a Rococo kollekciónak az egyik lakja, ebből kettő árnyalat is megvan, egy szürke van még, és egy matt körömlak, ami, hát láthatjátok, hogy egy ilyen nagyon kis cuki üvegben van, ami valóban cuki és tök aranyos, és egyébként a lakkal semmi problémám nem lenne, viszont mivel ilyen a kupakja, ezért elképesztő módon nehéz vele dolgozni, mert hát velem többször előfordult már, hogy egyszerűen kiesett a kezemből, szóval ez a kis pici bogyó, ez nem a legpraktikusabb lakkozáshoz, főleg, hogyha az ember egyszerre csinálja a két körmét, és hát nyilván azért a többség úgy szokta elkészíteni, és amikor jön a második réteg, ugye az elsőként kifestett kézre, akkor ezzel megfogni úgy, hogy még tök ragacsos ezt a kis kupakot, hát elég nehéz, úgyhogy balesetveszélyes körömlakról van szó. Meg lehet oldani azért ügyesen, de nagyon óvatosan és ügyelve kell használni. Ennek egyébként a tartósága nem túl jó, nem tudom, hogy ez a mattság miatt van, vagy mi miatt, de ez nem a legjobb, de egyébként nagyon szép színe van, és tényleg nagyon szép matt, és a szürke egyébként ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, úgyhogy gondolom, hogy kollekción belül nincsen nagy különbség. És akkor a harmadik, az pedig Nation trendkiadás tagja volt, és elkezdtem berekedni. Ez a C04-es holográfik árnyalat, ami egy szürke körömlak, egy halvány szürke körömlak, rózsaszín színnyel, és néha egy picit zöldes is, nagyon-nagyon különleges, szerintem nagyon szép. Ennek tök kényelmes a kupakját is megfogni, nekem nagyon tetszik ezt, hogy ilyen kocka alakú. Az ecsete az viszont elég vékonyka, én nem tudom, hogy a többi jó minőségű ecset után miért kellett ezt választani. Minden esetre gyönyörű, szép alak, és tényleg nagyon-nagyon jól néz ki ez a rózsaszínossága. Lehet, hogy ide majd teszek be egy képet róla, mert nagyon-nagyon különleges tényleg. És igazából ennyi, elfogytak előlem a termékek, szóval tényleg ezért nem készítettem el korábban ezt a videót, mert nincsen túl sok termékem a márkától. Viszont hozzá kell tennem, hogy amim van, azokat nagyon szeretem. És igazából gondolkoztam, hogy miért nincsen, és arra jutottam, hogy azért, mert alapvetően én minőségben egy kalap alá vettem a Catrice-t, az Essence-el, a Lovely-val, a Miss Sporty-val, tehát hogy az egyik legolcsóbb, leggagyibb, legaljább márka. Viszont közben meg, mondom ezt úgy egyébként, hogy nagyon szeretem az említett olcsó márkákat, szóval én úgy gondolom, hogy tök jó dolgokat lehet találni náluk is. Viszont árban azért drágább, szóval árban már egy Rimmel kategória, számomra a Rimmel sokkal megbízhatóbb azért, mint ezek a márkák, tehát hogyha már 1000-2000 forintot szeretnék költeni valamire, akkor azt inkább megvesztem a Rimmelnél, vagy esetleg a Maybellinnél, hogyha valami akció van, az ugye még egy lépcsőfokkal drágább. Hogyha meg úgy vagyok vele, hogy olcsó legyen, és nem baj, hogyha nem jó, akkor meg megyek a Miss Sportyhoz, Essence-hez, Lovely-hoz. Szóval igen, ez ilyen fura nekem ez a márka, és tényleg egyébként semmiben nem kellett még csalódnom, szóval tök jó termékeik vannak, de valahogy emiatt nincsen szerintem túl sok, mert ahhoz képest drága, mint amilyen minőséget én gondolok róluk,
Ami közben meg tényleg hülyeség, mert mindent itt nagyon dicsértem, de mindegy. Ne próbáljatok logikát keresni bennem, sokszor nincs. Fúj! Hogy néz ki? Lakik itt egy agár, én nem tudom, ti hogy vagytok az agarakkal? Annyira csúnya szerintem, ilyen, fú, nagyon ronda. Na mindegy, szóval. Haj, de annyira ronda. Ennyi lett volna tehát ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek azért így a kevés termék ellenére is, és remélem, hogy akik kérték, azok nem csalódtak nagyot, hogy hát csak ennyi terméket tudtam megmutatni. Hogyha próbáltatok mást is a márkától, és valamit nagyon szerettek, vagy nagyon nem esetleg, akkor ezt írjátok meg kommentben, mert én is kíváncsi vagyok, hogy mit lehet érdemes beszerezni még tőlük. És most jut eszembe a kedvencem, ez. Ezt kihagytam. Ez egy ajakra való termék. Ez egy Pure Shine Lip Balm névre hallgató dolog, ami egy ilyen nagyon-nagyon halvány színű, hát ilyen szájfényes ajakápoló közti szósz. Ez azt hiszem, hogy Flamingo volt a neve neki, de lekopott. Igen, Go Flamingo Go. És nagyon-nagyon finom vattacukros illata van, és tök jó tartós, és tök szép is. Megmutatom, de egyébként túl sok minden nem fog itt most látszódni. Így néz ki. És ezt nagyon szeretem, ez az egyik kedvenc ajakra való ilyen szolíd, visszafogott, se színű termékem. Nem tudom, miért felejtettem el. Na mindegy, de ez is van. Szóval, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, keressetek meg Instagramon, Facebookon, Twitteren, mondjuk ott nem nagyon vagyok, Google Plus-on, nézzetek be a blogomra, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!